A Morgó csárda előtt beszélgettünk Elek György helytörténésszel a csárdákról, a vendégfogadókról egy szolnoki kötetben megjelent tanulmánya kapcsán. A hódoltság végére eredezthethető ezeknek a műintézmények részének a kialakítása. A csárda út melletti italmérést jelentett. A hódoltság végére eredezthethető ezeknek a műintézmények, úgymond rendszerének a kialakulása. Most ez semmi más nem jelent, mint út melletti italmérés. Ez volt a feladata, és jó távol a településektől. Tehát az úton járók kiszolgálására, szükségleteik kielégítésére szolgáltak, másrészt pedig a mindig üres városi kassa feltöltésére, mert nagyon jó hasznot hoztak. Karcagon a legrégebbi Tibuci csárda a Só út mellett épült körülbelül 1720 körül. Az úgynevezett Gergely halmán kocsmát csináltak, az Ágota halmánál pedig 1725-ben a karcagiak építettek egy fogadót Püspökladány határterére, azaz rossz helyre. Karcag városban a legrégibbek, a Tibuci csárda, ez az úgynevezett Só út mellett épült csárdák. A Só út pedig Kunhegyesről jövett, a Gergely halomnál érte el a város határt. Ott volt attól nem messze a Tibuci csárda, tehát később arra kanyarították az utat is, és bejött ide a város központba, az úgynevezett belső vendégfogadóig, onnan balra kanyarodott, és a jól ismert Debreceni úton átment kifele az Ágota halomig. Ott ismét volt egy csárda, szintén a karcagiak kezdték meg azt a csárdát, és ott volt egy híd már akkor, és ott keltek át püspökladányi földre, illetve az akkori Szabolcs megye területére. Na most a Tibuci csárdáról tudnunk kell, hogy körülbelül 1720 körül építették a karcagiak, de már 17. század végi előzményei is voltak. Az úgynevezett Gergely halmán kocsmát csináltak, és akkor ezt itt tanú elmondja. Az Ágota halmánál pedig 1725-ben szintén a karcagiak építettek egy fogadót, ami, na most majd tisztázzuk, mi a fogadó, meg a csárda közti különbség. Tehát építettek egy fogadót, ami jól is szuperált, de mivel, hogy olyan területen építették, ami 1506 óta kérdéses volt, tehát Püspökladány meg Karcag közti határper erre alapult, tehát rossz helyre építették, és 1733-ban a földterületnek a birtokosa a vallás alapítványi uradalomnak a tisztartója felgyújtotta a karcagiaknak ezt a bormérését, és hát onnan nyilvánvalóan el kellett jönni, és az igazi Ágota csárdát majd a vallás alapítványi uradalom építette fel, igazi nagy határbeli vendégfogadóként, de olyan vendégfogadó, amiben cserépkályák várták a útonjárókat, konyha, mindenféle, és tehát az nagy volt, nagy vendégfogadó volt. A karcagiak másik csárdája ugyanezen a Só úton, jóval beljebb, hogy az vitát ne keltsen, az Ádor halomtól lejjebb kifele menet, az Ádori csárda volt. Ez már 1760-as években megvan, ez az első említése, de már mint meglévő csárdát említette. Nem azt jelenti, hogy akkor építették, hanem már akkor megvan, és akkor az 1790-es évekig működött, akkor eltűnik. Gondolom nagy árvizek voltak, valamelyik elvitte, vagy elpocsékolódott az épület, vagy bármi, és akkor utána majd 1813-ban építettek egy újabb vendég, vagy csárdát, azon az útvonalon, ott az Ádor hídon túli részre, az a Kis Ágotai, vagy Kun Ágotai vendég vagy csárda volt. Ezt szerintem a Püspökladányi Ágota csárda idegesítésére csinálták, mert 200 őr távolságra, 400 méter távolságra volt tőle, úgyhogy mint konkurencia azért utolsó nem is volt, hogyha rettentő hasznot nem is hajtott. A csárdák az utak mellett nagyjából egy stációnyi 12 kilométerre voltak egymástól. Ez 7-8 órás kocsi utat jelentett azokban az útviszonyokban, azokkal a közlekedési eszközökkel. Utak mellett voltak, és távolságban pedig nagyjából egy stációnyi 12 kilométerre, kb. 10-12 kilométerre. Ezt, hogyha remélik a Tibuc városközpont, illetve hogy városközpont
kis ágotei csárda, ez szintén ugyanennyi. Most ennyi volt körülbelül azokon az utakon. Ez 7-8 órás kocsi utat jelent abban azokban az útvizonyokban, meg azokkal a közlekedési eszközökkel, és ennyi idő alatt volt, tettek meg annyi távot, meg annyi időt, ami alatt le kellett állni az állatokat, meg abrakoltatni. A csárdák rendkívül egyszerű felépítésű épületek, egy nagy ivó van benne, vastag és tartós gerendákból összerakott asztalok és egy kármentő. Volt benne egy tűzhely, egy nagy pendelkéménnyel vagy kemence, mert ugye télen azért be kellett gyújtani, illetve hogy a csárdásnak a lakása, kamrája, egyébként más nem volt benne. Amikor ehhez szobákat építenek, az berendezik, legalább egy ágy van benne, meg fűtik, na az már akkortól kezdve vendégfogadó. Tíbuszon a 19. század első felében építenek egy szobát a csárdához, akkortól már kiárna neki a vendégfogadó, mindenki csárdának hívja, de az a szoba is olyan, hogy egyszer valaki leissza magát az ivóba, egy gazda ember, akkor a csárdás elhelyezi, hogy aludja ki magát a vendégszobába, de előtte kivitette a tyúkot, ami elült az ágy alatt, a feleségével kivitette, hogy ugye a vendég az vendég. Na, akkor ahogy bejöttek, tehát jött az út befele Kunhegyesről a Sóút ide Karcagra, ott találták a szeles csárdát. Ezt majd látni fogjuk éppen, ma már töltőállomás áll a helyén. Na most csárda az az útmenti viszontagságok enyhítésére szolgált. Voltak régebben azonban olyan városok, amiket valamiféle védmű vett körbe. Sövény, fal, palánk, árok, bármi, tehát amin kapun lehetett bemenni. Azt ezt a kaput régen bezárták, és ameddig ki nem vír, senkinek ki nem nyitották, a királynak se. Na most voltak vásárosok, útonjárók, akik késő érkeztek, meg még kapunyítás előtt, után, nekik is lenni kell, főleg, hogyha valami zegernyi idő jött, és hát akkor ezeknek voltak ezek a csárdák, meg annak a fajta ifjúságnak, aki egész éjjel inni szeretett volna, és ezek kimehettek ebbe a csárdába, úgyse akartak bejönni a kapunyításig, azt legalább, hogyha valami kárt keletkezett, akkor az kinn ment el a városon kívül. Na, ilyen volt ez a morgó is. Az ő hős korában. Van-e alapja a morgó legendának? A betyárok mindig érdekes beszédtéma volt itt az eléggé egyhangú paraszti életen belül, és ezek a legendák tapadtak aztán később a csárdákhoz is, ilyen a Rózsa Sándoros is. Ez ilyen nagyon szélsőséges dolgok, mint például itt a morgó, hogy innen ágotáig főd alatti alagút vezetett ki ilyen sehonnai embereknek a megsegítésére, mint a Róra Sándor vagy egyéb betyárok. Na most ez ágota innen olyan 12 kilométerre lehet. Na most, és alagút ugye a főd alatt megy, akkoriban rendkívül mocsaras vizes terepen, tehát piszkos jó meg kellett csinálni, hogy az megmaradjon. Csak úgy összehasonlításképp közlöm, hogy a Őrsvezértér déli pályaudvar metróvonal, az 10 km hosszú, szóval, és csinálták azt 1950-től 74-ig. Na most a korabeli Karcag műszaki és emberbeli felépítménye nem tette azt lehetővé, meg hát olyan hülyék nem voltak, hogy ilyen embereknek ilyen alagutakat ássanak. Lehet, hogy valami rejtek hely volt itt, de hogy nem alagút, az biztos. Ez hozzá, ez a legendáriuma. Aminélkül kevesebb lenne az épület, kevesebbek lennénk mi, minden kevesebb lenne, de éppen nem igaz. Elek György karcagi csárdákról és vendégfogadókról írt tanulmányát az augusztusban megjelenő könyvében is olvashatjuk majd.